Négy lőállásban gyülekeztek azok a vadászok a Magyar Kupa országos versenysorozat bonyhádi fordulójában, akik fontosnak érzik, hogy lőtudásukat, koncentrációkészségüket ennek a sportágnak az űzésével fejleszik, és persze szeretnek versenyezni, megmérettetni. A feladat látszatra ugyanaz, mint az olimpiai sportágnak számító koronglövészetben, az kétben, azért persze itt jóval könnyebb dolga van a vadászoknak. Amint egy varázsütésre feltűnő piros korongokat el kell találni, mi több rapityára lőni őket, de itt azért a gyorsított koronglövészetben lassabban jönnek a korongok, és a vadászokhoz közelebb is vannak, mint a professzionál. Aki jól teljesít koronglövészetben, az konkrétan a vadászatnál sokkal nagyobb találati eredményt ér el. Hát ez érzik is saját bőrükön a vadászok? Hát, hogyne. Mi a vadászokat próbáljuk, a kamarai tagokkal rendelkező vadásztársági tagokat beintegrálni ebbe a rendszerbe. Itt maga a korong lövészetnek az összetétele is inkább vadász jellegű, tehát különböző helyekről, vállatra, helyzetekből repülő, guruló, beszálló, kiszálló madárimitációkat mutatnak a korongjaink. A tények makacs dolgok, 25 lövés után azonnal ott az eredmény, a bizonyítvány. Bizony 25-ből 25-ös eredmény, 100%-os teljesítmény, fehér holló ritkaságú. Azért egy-egy ilyen eredmény minden versenyen születik. Itt Bonyhádon is az egyik vadászmesterlövész egy bajai fiatalember volt, aki elárulta, a szerencsefaktor is kellett a 25-ből 25-höz. Egy biztos, hogy nagyon sokat kell a koronglövészethez gyakorolni. Tehát nagyon sok odafigyelést igényel. Tehát minél többet gyakorlunk, ugye annál jobban megy. Tehát a vadászatnál ugye lassabbak a madarak, lassabbak a nyulak, tehát azért az lényegesen könnyebb sport, mint az agyagoram lövészet. De nagy szerencse kell hozzá, nagyon sok koncentrálás és odafigyelés, ugye. De vannak itt nagyon sok lövők, akik, tehát ha rosszul kelnek, rosszabbul lőnek, tehát ez szerencsén is múlik nagyon sok minden. Nem csak a környezet szép, hanem a versenykörülmények is olyanok, ami egy magyar kupában kell. Az Országos Vadászszövetség elnöke a sportág új minifellegváraként tekint már Bonyhádra. Itt minden további nekünk látok komolyabb versenyt is képzelni. Tudnék, a környezet a Dunántúlnak ez a része, ez egy szép táj, tehát kirándulni, hogy a lövő általában elmegy, de azért a környezetét megnézi, a szükebb környéken a nevezetességeket, kirándul is a családját, el szokták hozni a nemzetközi lövők. Itt is voltak már különben többször nemzetközi lövők. Románok, szlovákok, ezek mindig meg szoktak jelenni, mondjuk most nem jöttek ebbe a nagy meleg, valószínű visszatartott az embereket azért, mert nem tudtuk, hogy mire készüljünk, hát egy kicsit megviselt mindenkit így a vége fele már, de maga a helyszín az tökéletesen alkalmas minden szintű versenyre. A főszervező, a Bonyhádi Sportlövő Klub leköszönő félben levő elnöke, Dobondi István most is okkal volt elégedett, hiszen a távolságot, időt, pénzt nem kímélve sokan jöttek az országos ranglista szükebb élmezőnyébe tartozó, ismert vadászkorongozók is a Tolna megyei versenyzők mellett. A környékén Békésebáról vannak, akkor Debrecenből jó páran, Egerből, Budapest környékén jó páran, akkor Székesfehérváron sokan jöttek, meg akkor Győrből is jöttek a szavitára, és itt a Tolna megyéből is. Na például az előbb arról beszéltünk, hogy a egyszerű vadászok. Hát például itt van, meg lehet említeni a 1510 vagy 1515 kezdet, mint kezdő vadász, és ma, ha jó formában van, akkor ország egyik legjobb övék, mert ugye ő még a legjobb lövők, például Pár Ferenc hőgyészről. És van a Junkus József a senior kategóriában tavaly összem második lett, vagy első veterán kategóriában. Mennyire rangos ez a verseny? Mégpedig annyira, hogy az országban rendeznek 5-6 magyar kupa fordulat. Most ha van 19 megye, ennek mégis Bonyhádon egyet rendezünk az 5-6-ból. A vadászkorongozók számára is, mint a skites, a duplatrappos sportlövőknek, vannak országos, nemzetközi versenyei. Éppen a Magyar Szövetség rendezi az idén, augusztus 2. felében a világbajnokságot, mégpedig Galga Mácsán, amire a bonyhádi verseny is kellőképpen ráhangolta a résztvevőket. Ami a VB-vel kapcsolatosan érdekes, már is a bőség zavara okoz gondot a szervezőbizottságban. 8 pálya nem tudja kiszolgálni a több lövőnek a szereplését, de hál' Isten a világ minden részéről 32 nemzet jelentkezett a helyszíne, vagy a világbajnokságra részvételre, és még várunk 2-t, tehát olyan 35-37 nemzet a világ, Amerikától, Dél-Afrikától, Ausztráliáig mindenki jelen fog lenni. Mint az elnöktől megtudtuk, a sportdiplomáciánk van olyan erős, hogy az elkövetkezendő években még több világversenyt rendezhessen Magyarország, az egyik akár Bonyhádon is lehetne.